Sziasztok, Santos vagyok. Folytatódik a League Finder sorozatunk. Azt hiszem, hogy ez lesz a hetedik rész. Igen, hetedik résznél. Mindenkinek boldog új évet kívánok. Remélem mindenki legalább 5 kilót felszedett a két ünnep között, ahogy én is. Úgyhogy Szűcs András menetelésével fogjuk folytatni. Ez egy 26 dolláros freeze out verseny volt, 19,5K garantált. Eddig nem sok hibát észleltünk Szűcs András játékában, most én belenézegettem ebbe a hand history-ba, most egyre több lesz így a végjáték felé, úgyhogy kezdjük is el. 7-es, 8-as különböző színű, nézzük történik-e vele valami, nem. Azokon a hendeken, ahol nem történik akció, ott nem igazán fogunk beleszólni. Jó, 10-4 jobb dobás, király 9 dobó, király 7 szúti dobó, 3-as 7-es dobás, bubi 6 különböző színű dobás, 4-es 6-os különböző színű dobunk nagyvakon, 7-es 8-as dobás jó, király 3 egyszínű, jó a dobás, 10-2 dobás, dobás, mintha visszafelé haladnék. Király 9 dobás. 7-9, dáma 9. Az első lapunk ász bubi. Emelünk UTG, ez a 3x-et sokallom még mindig. Maradjunk ennél a 2x-nél, vagy maximum 2,5, de az is sok szerintem, mert hogyha lopni próbálunk, a lopásunk ugyanúgy sikeres lesz nagyjából. Ugyanannyiszor 2x-nél is, viszont amikor nem sikeresek a dobásaink, akkor ugye annál többeket bukunk. Így hosszú távon mindenképpen megéri kisebbet emelni. Kapunk egy all-int egy 15 BB-stől a kisvaktól. Mint látjuk, a statisztikája 15 per 9-es, és csak 2% 3 bettel rendelkezik. Tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor elmondom a statisztikákat, ugye VPIP, preflop raise, 3 bet preflop, a 74 a BB számunk, az 513 itt a hány hendet játszottunk, és a többi, melyik is, micsoda pontosan, combat. James? Ja, tényleg a combat szám, meg fall to combat, meg az agresszió faktor, így van. Na szóval, nézzük meg a kisvaknak a statisztikáját, ugye 15 nagyvakot tol ránk vissza, 15 per 9-es feszes játékosról van, szóval 2% 3 bettel. Ráadásul mi UTG emeltünk, szóval semmiképpen nem verjük a range-ét, szerintem ez mindenképpen jó dobás, mert ilyen feszesen ez képtelenség, hogy ennél rosszabb lappal rakja be, mint a miénk. Úgyhogy ilyenkor egyrészt jobb lett volna, ugye, hogyha kisebbet emelünk preflop, akkor olcsóban is megúszuk, nem is kommitáljuk magunkat annyira, de mindenképpen krokró range ellen nem leszünk jók, úgyhogy ez inkább dobás. Igen, dáma-dámája van, úgyhogy ezt kellene legyőznünk, ami sajnos nem is sikerül. Úgyhogy ez az első hibánk. Király 10 szúti nagyvakon, nézzük. Minirézel ránk egy 25 BB-s kisvak. Király 10 egyszínű, nagyon-nagyon jól játszik vakcsatában, és ráadásul ugye nem is csak ki minirézeltek ránk, szóval én itt ezt mindenképpen visszapakolnám rá preflop. Tehát ezt így nyugodtan menjünk all-in, 90-95%-ba dobni fognak rá. Védjük a vakot. Ugye alapból 25 BB-s ellen már nem is nagyon kéne postflop játszogatni. Tehát ha van 30 BB, akkor játszhatunk postflop, és akkor jobb is a call egyébként, hogyha 30 BB van, de 25-öt azt inkább visszatehetjük rá. Flopolunk egy második párt, és egy luxorhúzót. Pot betel ugye az ellenfelünk, ami elég erős játékot szokott jelenteni, bár sokan szokták full tilt pokeren használni ezt a pot bet gombot, mert sajnos van nekik ilyen, úgyhogy nem mindig jelenti az erős lapot. Amire szerintem hiba rátolni az all-int, mert ugye itt rosszabb lappak semmiképp nem fognak kifizetni minket. A flush draw fog kifizetni, ász fog kifizetni minket, sor fog kifizetni minket, két pár fog kifizetni minket, az összes többit, amivel blöfföl, az meg dobni fogja. Tehát itt hogyha most megadást kapunk, akkor maximum, tehát a legjobb esetben is egy flush draw ellen mondjuk flippelünk, de 90%-ban itt megadják az all-inünket, akkor verve vagyunk.
ha meg nem adják meg, akkor ugye nem hagytuk törnön blöfföltetni esetleg. Tehát itt kólozzuk be, nézzük meg, mit fog csinálni törnön, hogyha ott is nagyon erősködik, vagy nagyon rossz lapjon, be lehet dobni. Ha meg föladja a potot, akkor utána lehet emelni esetleg, vagy riveren emelni egy value betet, hogyha látszik, hogy nagyon, nagyon üres, de itt még visszatenni egyszerűen nem fogunk rosszabb laptól kolt kapni. Így meg ugye bedobta a bluffét, annál kevesebbet nyertünk vele. Nálam a bubi kisfakon. Viszont a nagyvakra lehet egy kicsit többet emelni, mint egy mini raise. Tehát itt most mini raise-eltünk, de itt szerintem a 2,5x, tehát az a 2000 nyugodtan mehet. 25 BB-je van, hogyha ott ezt visszatolja ránk, akkor dáma bubi offot nyugodtan dobjuk be. Nem elég erős 25 BB-s ellen. Király 3 suited. Dobás lesz, igen. Király 3 suited újból. Megint 3x-elünk, ugye lopni próbálunk. Probléma az ugye, hogy van egy 23 BB-s dealerünk, egy 18 BB-s kisfakunk és egy 26 BB-s nagyvakunk, mindegyik visszatolhatja ránk az all-int ugye, ami ellen a király 3 nem jó, tehát hogyha már itt kitaláljuk, hogy lopni fogunk, ami szerintem annyira nem jó, mivel az agresszió faktoruk, és hát a 3 betjük mindenkinek magas, tehát itt van egy 10%, 14%, 7%-os 3 bet, tehát itt inkább dobnék. De ha már lopok, akkor mindenképp kevesebbet 1600-tal, mert ha semmiük nincs és dobnak, akkor is el fogják dobni 1600-ra is, ha meg kitalálják, hogy visszajátszanak, akkor ugye annál többet bukunk. Most ugye ez sikerült. Ász 4 off, ez dobás, jó. Király 10 off. Dobás, ugye a dob. 10-4 dob. 10-8 dob. 6-4 off, szerintem dobás lesz. Nem, kapunk egy walkot, az remek. Na itt az első lapunk, király, király. Ugyanúgy vakcsatába keveredünk egy 22 BB-s ellen, és most 3x-elünk, nem 2x-elünk, mint az előbb. Eláruljuk azt, hogy amikor 2x-elünk gyönge lapunk van, ha 3, akkor megerős, ez így nem igazán. Tehát próbáljunk meg mindig ugyanazt az emelést tartani. Az előbb 1600-at emeltünk, jó, azt nyilván emeljük meg egy kicsit 2000, tehát ilyen 2000 körüli zseton mehet mindig kisvakról, a többinek meg mindig ilyen kétszeres, így ugye egyből dob is. Király dámánk van. Van egy, hát ez 4x-el és 44 BB-s, úgyhogy ez teljesen jó dobás itt, nem tudjuk, hogy mivel csinálja ezt. És ugyanezt megcsinálja UTG is, amit megpróbálunk 3 betelni, na hát ez borzasztó, sajnos. Egyrészt, hogyha valaki ilyen nagyot emel preflop, az elég erős lapot szokott jelenteni. Másrészt meg a 3-as az nem jó light 3 betre, tehát itt most visszaemelünk. Ez az elég erős lap, ez... Főleg, hogy több mint 3-szorosat emelünk vissza. Tehát, hogyha már light-on 3 betelünk, akkor a 3000-re nyugodtan mehet egy 7500, annál nem nagyon kell több. Úgyis dobni fog, hogyha tud dobni 3 betre, ha meg nem tud dobni 3 betre, akkor meg erre ugyanúgy ránk fogja tolni. És csak veszítünk, mert gondolom itt azzal a tervvel emeltünk, hogy utána dobunk 3 betre. Ekkorát emelek preflop, akkor ne akarjunk light 3 betre. Igen, tehát light nem is nagyon lehet egyébként egy ekkora, tehát főleg úgy UTG emelést 3 betelni most. Úgyhogy itt visszatolja ránk, már pedig visszatolja, be kell dobnunk, pedig már gyakorlatilag committedek vagyunk, tehát most már csak 27-et kéne betenni, úgyhogy már benn van rengeteg. 35%-os adszunk. Tehát elvileg még adható is lenne. Szóval ezt 3-as-3-assal ne erőltessük semmiképpen se. Ha nagyon-nagyon be akarunk vele menni, akkor setmine-oljunk, de ugye arra nincs is meg az odds-unk, ugye, ha jól látom, 3000-et, tehát 60000-nek kéne mind a kettő előtt lennie egy 3000-es emelésnél, hogy az jó legyen. Szóval ez a 3-3 ez mindenképp fold. Ubi 2 fold, 6-7 fold, király 5 off fold, na, ász király, megint 3x-elünk, ugye ez nem igazán, tehát sok egy kicsit, 2x elég. Kaptunk egy callt ugye az előző emberkénktől. Egy király magas flopunk, ugye first draw van benne, mindenképpen C-betelnünk kell, amit meg is teszünk, talán kicsit erősen is. Én inkább ilyen 5000-5500-at C-betelnék, úgyis fel tudom építeni a potot riverre, de ez sem rossz egyébként, úgyhogy ilyen lett a kassa. Hát vagy bemez még annál is kisebbet, hát ha indukálsz valamit. Igen, egyébként az sem rossz, azt mondja itt mellettem Cirkó, hogy kisebbet, hogyha beemelünk valami kicsit, hát ha blöffölni fog, de sajnos egy csomó flush draw meg olyasmi van a range-ben, ami ellen nem biztos, hogy indukálnunk kell nekünk, hanem inkább elvisszük, vagy ha talált egy király dámával, vagy valamivel egy királyt, akkor meg úgyis bepakoljuk. 6-8 off. Jó, ez dobás.
ászdáma. Na, 21 BB-s emelt UTG plusz 1. Viszonylag aktív, vagy legalábbis ilyen átlag aktív. És a nagyvakunk meg 20 BB, szóval ez az ászdáma az elég erős ahhoz, hogy itt visszatoljuk az egészet. Tehát, hogyha itt all-in megyünk, ugye a 20-20, meg a másik 20 BB-sünket is all-in tesszük. Bőven erős hozzá a lapunk. Itt a helyes játék mindenképp az all-in lesz. Főleg, hogy az emberünk szerintem viszonylag gyakran emel... hát nem, a 10%-ban emel előről, de attól függetlenül mindenképpen jó az, hogyha itt all-in megyünk. A call semmiképpen nem jó, mert ugye csak 20 BB-je van, úgyhogy pozíción kívül játszunk egy 20 BB-s ellenflop, tehát postflop az kicsit meredek. Úgyhogy ezt toljuk be. Megjön a flopunk, aminket abszolút nem talált el. Ennek ellenére beleégetünk ugye 4000 zseton, nem tudom, hogy miért. Igazából az ő range-ét ezt eltalálhatta, flush draw-ok, overpárok, rengeteg minden jó lehet. Ugye itt nyilván a check fold lenne a jó játék. Ehelyett mi ugye beletoltunk még 4000-et. Igazából ezeket a donkoknak az okát nem tudom, rengetegszer látom én is, hogy csinálják ellenem is, utána rengetegszer dobnak, amikor ugye donkolnak. Ezt inkább Szűcs Andrást kéne megkérdezni, hogy ennek mi az értelme, vagy azokat a játékosok, akik ezt használják, ezt a donkot, mert... Nagy, nem szoktál donkolni? Szoktam donkolni, de semmiképp nem olyan lapokkal, amit utána be akarok dobni. Tehát amivel donkolok, azt nem fogom soha az életbe bedobni. Komolyan? Hát egy pár olyan lappal szoktam dobni. A bubi-bubival védek például, hogy emelést és nem emelek vissza, akkor és jön egy ilyen 9 magas flop, ami a viszonylag beszélytelen, ott bele, igen, azt mondom, hogy nem fogok dobni. Van egy csomó olyan flop, ami teljesen jól kínálja a donkfoldot. Nem tudom, flush draw-kat szoktam néha donkolni, néha overpárt vagy toppárt szoktam donkolni, hát ha visszajátszik pont azért, mert ugye rengetegen szokták a donkot büntetni, de bluffből donkolni, nem igazán van értelme, főleg egy ilyen draw heavy boardon, mert ugye csak égetjük a 4000 zsetonunkat, ugye itt dobtunk is. Ja, nem is ezen a boardon, meg ez a azért, csak na, akkor rá. Hagyom egy kicsit beszélni Cirkót is. Na, sziasztok, én folytatom a videót. Nézzük, mi történik, van egy ász 10 offunk. Hát, lehet vele floppot nézni. Ó. Oh. Ez hülyeség, dobjuk el. Hát ezt itt nem kéne túlerőltetni posztlop. Nekem preflop rendben van az, hogy akár nézzünk vele floppot, bár eléggé előről jött az emelés, de... Én dobtam volna. De ez izé... Hát figyelj, azért ő emelget. Tehát nincs azzal probléma. 21%-ban emel előre. Tehát azért bőven az ő emelő range ellen jók vagyunk. Biztos, hogy nem akarnék calling keveredni, szerintem egy floppot lehet vele nézni. De hát ezt dobjuk el. Erre a továbbiakban nem pazarlunk időt. Főleg azért, mert ugye nem tudjuk, hogy a kisfaknál mi lehet, akinek pocket. Akármi lehet nála. Tehát ez... őt eltalálhatta ez a történet, hogy az átkívni aztán érdemes elmondani. Igen, hogy... hát ez az izé, jó, ez egy teljesen standard hand. Rengetegszer fogják ezt játszani, menjünk akkor vissza rá, hogy itt a kisfak, hogyha talál egy 9-est a kezébe, vagy egy bubit, vagy egy... Dáma 10, vagy egy csomó olyan lap van, ami igen, ami akkor ezeket mind checkraise-elni fogja, mert nincsen stackja hozzá, hogy tehát pont tökéletes stackja van ahhoz, hogy checkraise all-in menjen. És egyébként is akármi lehet az LP emelőnél is, tehát ez jó. Nem, tehát ez, erre nem vesztegetünk több időt. Túl sok olyan potot akar megszerezni, ami nem neki kéne, hogy elvigyem. Hát, ezt leizolálhatnánk, nem? Nem kell mindenkettől. Nem, muszáj, az tény. Tehát ezek nem nagy dolgok, de akár még meg lehet. Egész kellemes stackek vannak mögöttünk, olyan szempontból, hogy nem történik velük. Semmi, azt gondolom dobó, jó. 9 BB, 13 BB. Tízeséges pofanak. Szerintem be kéne dobni ide. Dobó. De meg kéne nézni hozzá egy stove-ot. Az tény. Jó, lopunk egyet. Na most ezt semmiképpen ne csináljuk meg. Hogyha mögöttünk van egy 12 BB, és akkor azért arra készüljünk fel, hogy
hogy ő hajlandó all-in menni, főleg, hogyha... Hát 12 BB-nél már úgy emeljünk be, hogy meglegyen az a terv, hogy kólozunk. 10 BB környékén már gyakorlatilag committed-ek vagyunk egy emeléssel, de... Hát, szerintem igaz, én ezt itt eldobtam volna, nézd meg, itt van egy... Bubi 10-zel lopni jó, elvileg a 12 is nem mindig tolja vissza, szóval szerintem ez így jó. 100 handünk van róla, és 10-es a 3 betje. Hát 427 hand alapján 7,2. Mert ugye nem nagy részben fogjuk, mert nem nagy százalékba dobjuk el, szóval szerintem ez így nem rossz az a bet. Ha? Jó van. Jó, hát az biztos, hogy nem verjük az ő range-ét. De én pont azért esetleg néha ezeket el tudnám dobni. Preflop. Ja, nem rossz annyira a dobás sem. Jó, 2 out of. Oké. Okay. Ezekkel gondolom nem csinálunk semmit. De sose lehet tudni. Bubi 7-es. Ez eddig nekem rendben van. Dobjuk el. Itt ez itt nekünk egy teljesen jó fold. És kész, nem kell túl erőltetni. Az a baj, hogy annyira draw heavy a flop, hogy telibe veri az ő range-ét, hogyha akármilyen van szinte, ez neki jó lehet. Rengeteg lakval lehet 25 per 7-es ember az egy idióta. Valószínűleg Szűcs András saját magából indult ki, hogy ő csak rossz lapokkal donkol, mert ugye az előbb már volt egy ilyen hasonló szitu, és akkor itt meg lehet próbálni elvinni, és ez most itt sikerült is. De azért nagyon sokszor észreveszem azt, hogy megpróbálunk olyan potokat is megszerezni, amit egyébként nem nagy százalékban fogunk. Tehát most ezen a versenyen rengetegszer bejött Szűcs Andrásnak az, hogy rossz lapokkal blöffölt és visszaemelt, de 90%-ban az én tapasztalataim szerint azért itt rengetegszer ránk tolják. Ez pénzégetés. Igen, tehát most mit csinálunk, ha ránk tolják? Hát mint szinte a luxorhúzónkkal már komitálekké válunk, annyira sokat bepakolunk. Nyilván nem, szóval... de... Nem, de rengeteg pénzt el tudunk vele verni, teljesen fölöslegesen. Tényleg ezen a túron rengetegszer bejöttek ezek Szűcs Andrásnak, ezt majd a későbbiekben látni fogjuk, de ezek egyébként alapvetően sosem jönnek be, vagy hát ha néha bejönnek persze, de kevesebb százalékban, ezért mínuszos move-ok mindenképpen. Ebben nem látok semmi fantáziát. Nem látom, hogy mit akar előadni, mit akar dobatni. Ezen a bordon ez itt a totál semmi szörnyű. Dobhatja el, azzal meg nem nagyon szoktak dolgozni. A totál semmi az, igen. Ez jó szerint. Nem. 11 BB-sre, meg egy 15 BB-sre. Ezt nem lehet meg, ezt is el kell dobni. Hát itt hogyha itt két opció van, vagy all-in megyünk, hogyha rendes, normális lapunk van, igen. Vagy bedobjuk ugye. Az izolás semmiképp nem jó, mert itt valaki visszatolja az all-int, akkor ugye azt már meg kell adnunk egyrészt. Nyugodtan bepakolhatjuk. Tehát annyira tisztek van, hogy itt nincs értelme három betegetni. Van egy értelmes lapunk, egy 7-7, Bubi 10 egyszínű például. Ja, így van, az már jónak hangzik. Talán még egy T9-esre is bepakolnak. Azzal úgy megyünk, és akkor 15 BB-s vagy 11 BB-s, ha úgy dönt, akkor lejátszunk. De az izolálás, és utána gondolom a részfold itt a terv, vagy nem is tudom mi a terv, az már ugyannyira nem. Egy 11 BB-sből ne akarjunk ilyet kihozni, hogy... Most 11 BB-s ellen fogunk poszlop játszani, gyakorlatilag potnyi pénze van, ami már mindenképpen bekerül. Most innentől már mindegy, de... Főleg, hogy második párunk van, így aztán végén bekerül. Igen, ez preflop, egyszerű fold. Jó, menjünk tovább. 5 BB, leizoláltuk. Az jó egyébként így, hogy most mindegy, hogy 12 ezerig emelünk vissza, vagy berakjuk az all-in, gyakorlatilag all-in vagyunk. Tehát, hogyha most a 23 BB-s nagyvak all-in megy, azt is adjuk. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi van akkor, tehát kicsalhatunk-e a 23 BB-sből egy rosszabb laptól egy all-int, ha itt csak kólozunk? 9-9 túl gyönge hozzá, ha ászászunk lenne, akkor meg lehetne csinálni. A 23, tehát biztos, hogy telibe verjük a range-ot. 3 V-t potot játszani. Jó, rendben van. Kihúztuk. Igen, de az igazából lényegtelen, ezt el lehet dobni, sőt el kell. Jó. 7-8 off. Jó. Van egy TT-nk. Most utoljára, mert tényleg elég sokat beszéltünk erről, nem kell 3x-elni, az összes mögöttünk lévő stack, kivéve a nagyvaké viszonylag kicsi, nincs értelme 3x-elgetni. 6000 ezt meg lehet adni. Ebben nem látok megint rációt. A rosszabb lapokat eldobatjuk, a riveren nem tudunk feljút kiszedni, hogyha meg jobb lapja van, királya van, ugye akkor visszatolja ránk, be kell dobni.
Egyetlen egy, tehát hogyha valami protection betként, hogy a flush drawk ellen még valamivel jut, kicsaljunk, de... Itt ha checkelünk, de akkor meg annyira felhizlaljuk a potot, hogy riverre meg bajba lesz. Itt most checkelünk, riverre tudunk egy value betet megengedni, hogyha checkel riverre is, ha meg emel, akkor azt megadjuk, és teljesen ha nem jön nagyon scary card, így van. Tehát itt sokkal jobb a törm csak. Jó. Mindenesetre. Olyan, mint hogyha blöbbbe fordítottuk volna ezt a TT-t. Igen, mint ha floatoltunk volna vele egyet. Lejárt az első 20 percünk. Innen fogjuk folytatni. Folytatjuk következő 20 perccel, ahol ugyanúgy Szűcs András versenyét nézzük. Viszonylag elképzelhető, hogy egy hosszabb videó lesz Szűcs András hengyeiből, mert nagyon sok hibát felfedeztünk már a vége felé, és nagyon sok érdekes dologról tudunk majd beszélni. Igen, főleg posztlop volt. Igen, rengeteg posztlop túlagressziózás, de egyébként preflop hibák is, tehát egyre nőnek a hibaszámok, ami egyáltalán nem baj, mert nyilván azért küldte el András nekünk a hengyeit, hogy tanuljon belőle, úgyhogy a következő 20 percet folytatjuk. Jó van, addig sziasztok! Sziasztok.